שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, mindenkinek, a Kabbalah tanulóknak című könyvben olvasunk. Az árvút cikkből kérdéseket lehet feltenni, és ezt meghallgatjuk a leckés során. Árvút cikk a 22-es ponttól folytatjuk. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון És ez az, amit Rabbi Elazar, Rabbi Simon fia idéz az írásokból. Egyetlen bűnös rengeteg jót pusztít el. Mindez azért van, mert ez már el lett magyarázva, hogy ez a benyomás, amely eljön a személyhez, amikor elkötelezi magát az ember és az Isten közötti parancsolatokban, az ugyanaz a benyomás, amit ő akkor kap, amikor elkötelezi magát az ember és az ember közötti parancsolatokban. Rav. Mivel a teremtő rejt van előttünk, máskülönben a megszerzési vágyban maradnánk. Ilyen módon érthetjük meg, kilépetünk magunkból a teremtő rejtettségének köszönhetően. Képesek vagyunk az egónk felé emelkedni. Megérthetjük is, hogy használhatjuk őt. Annak mérték megfelelően, ahogy beleszoktam magam a barátokba, akkor egy új vágyat kapok, az ő vágyukat, és ezzel a sajátom felé emelkedhetek. A szeress fel a barátod, mint saját magad elvének megfelelően. Magamból kifelé irányul elteszítést teszek, és akkor megépítem magam a képességet, hogy érezzem a teremtőt. Hát nézzétek meg, hogy milyen komplex rendszer van itt ennek a támogatására. Ezt csak akkor szerzek tudást, és akkor ismerem meg a teremtőt, hogyha elnyerem a barátok tulajdonságait, ha magamba integrálom őket, egyesülök velük, mondjuk, hogy ez ugyanaz a dolog. És ezáltal ez a rendszer megépül bennem. És így megérthetem a teremtőt, mivel így a felső fény... De ezt nem tudom megragadni, hogy mi a felső fény egyébként. Nem tudom megtartani a felső fényt. Csak akkor, amikor érzem ezt a rendszert, az egóm fölött, az értelmem fölött, amikor elérem a barátaimat, amikor a saját vágyam és az ő vágyunk egyesül ebben a rendszerben. אז האור העליון נכנס לתוך הרצונות האלו, ואז אני מכיר את הרצונות האלו. יש עזותן, הפעש פייד, בלי פזק הרצונות שלי כי הם נגדו, ההפוכות. רדיו גרייגו, פעש פייד, שזה אוי ועדיוקת, הוא יהיה לזה מאוד מתי שייתם. אני קונה תכונות החבר, התכונות האלה הם... Ilyen pillanatban az én tulajdonságaim ellentétesek a fény tulajdonságaival, de a barátaim tulajdonságait úgy kell látni, mint a fény tulajdonságaival hasonlóak lennének. És pontosan így érem el az ő tulajdonságaikat, az ő vágyaikat. És így fedezem fel a felső fényt és a teremtőt. Ezeken keresztül, az ő vágyaikon keresztül. És így osztozunk Ádámon ezen a közös rendszeren. Ezen a törött rendszeren, így ezen keresztül fejlődik. Nem érhetjük ezt saját másképp, csak a kapcsolatunk által. Mert egyébként mindig rajta kívül fog létezni. Természetesen, hogy érezzük, hogy látjuk, hogy érezzük az egész világot, de nincs vele kapcsolatunk egyébként. Tehát ez következően hallunk a barátokkal való kapcsolatról.
hogy hogy érjük el az ő tulajdonságaikat, azáltal, hogy kilépünk magunkból, és akkor ez a rendszer elkezdi felfedezni nekünk az erőket, ahogy ezt például az elektromosságnál látjuk. Kérdések. Rav, a hiány, a barátaim hiánya, amit ki kell töltenem, az ő megszerzése, vagy az adakozás, az ő megszerzési vágyat? Mit kérek neki? Megszerzést vagy adakozást? Hol tervez fel neki? Én mindenkit azt kérem, egy szükségét. Tehát ez, ők is bestéként léteznek. Tehát, mert hogyha nincs meg ez a szükség, nincs meg erre a szükségük, akkor nem érkezik a Tóra, nem érkezik az ízek, amiket elérhetek. Én imádkozom értük, hogy minden, amire szükségük legyen, azt megkapják. De mire van szükségük? Arra, hogy korrigálják magukat és érezzék a lelküket. Erre van valójában szükségük. Az ő lelk edényei valójában bennem vannak. És hiszen senki nem fog is semmiket érezni, csak a másokat. אני ממלא את עצמי, לא. אני מבטל את עצמי, והעליון עושה בעיניקה, זה עוד יותר. אלתורלם בגם, שפש את עצמי נרמינת. אין לנו שום חופשיות בעיניקה. ההפך, עוד יותר ויותר אנחנו נמסרים לעליון. אז איך עושים את יניקה, אבל יניקה לפתר. נם, אתה פש את פי, בפל שחי את זה בגם. אוקיי, דה. תיק הוא... hogy tehetem meg ezt a lenullázást. Mi a trükk? Trükk, hogy akarom érezni ennek a szükségességét és a nagyszerűségét. És azt is megértem, hogy egyedül képtelen vagyok rá. Mert egyedül is meg kell értem, hogy egyedül semmit nem vagyok képes. És ez hogy válik valósá? Amikor kéred, akkor válik majd valósá. Bármilyen, hogyha egy valós, egy nagyon kicsi, de valós kérésed van, követelésed, akkor ez megtörténik. A 125. része az imának már megkapja a választ. אותו אובייקט או חבר שנראה לי כביכול מחוצה לי, כשאני משפיע על... és én adakozok neki, mit kapjuk ebből? Mert azt mondjuk, hogy Rav, ő mindent megkap, ami benned van. Hát pontosan ez a kérdésem, hogy az ő vágya... Az én vágyam, az ő vágya, ez rabos tanuljuk. Mit tett ő? Ezzel belépünk rabasba tulajdonképpen, nem érezzük, de dolgozunk rajta, ő dolgozunk, és elérjük őt. Mit kérdezel, hogy olyan képes elérni egy olyan állapotot, ahol megszerzem a felsőt, de ez csak abban a mértékben tehetem meg, amikor a mértékben lenullázom magam, és így korrigálom őt. Ezen keresztül megszerek egy szikrát a felsőből. És így felépítek. Felépítek egy független párcifot. Ezt tudjuk a teszben. Ne teszik ki beszélni kell, hanem csak egy egyszerű szinten, amire az ember képes megítő, hogy mit kap ebből az ember?
Tehát én veszem az ő vágyát, de akkor ebből mit kap? De nem kap semmit. De adakozol neki. Ő az alsóvá válik számodra. Veszed az ő vágyát, az ő megszerzési vágyát. És így dolgozol rajta. Tehát ő lesz az alsó. De ez az én kémet építi, nem? Nem a te klédet. De milyen klé? Ez az adakozás. Ezt ki kell töltened. Ezt mivel töltem ki? Az ő hiányát töltött ki. A korrekcióra való szükségét. De senki nem korrigálja magát, ezt meg kell értenetek. Senki nem korrigálja magát. Nekem csak egy pontom van. És minden más gondolat és tulajdonság, ez mindez azért van, hogy másokhoz kapcsolódjak, és szolgáljam őket, és ez az én lelkem. Ezt meg kell tennem. Csak kapcsolat, kapcsolat, kapcsolat. És hogy ezen kezdesz, hogy szolgáljam őket. תפקיד שלי, את הנשמה שלי, אני בונה, בזה שאני מקרב לעצמי את כל מה שאפשר. אז אין אתלה מונקה, עוד מגיע פיצ'ם על הלכם. כל מה שאפשר, זה שקול תתת, תהת, למטרה. עוד ברקי, אז... זהו? תתמיד ארמל, הצייר יראים הפעלולוג, אז אז אל תתתנק עם משהו קודש כזה, כנולוג. אתה צריך לדוק לעצמך לעשות חיות. אתה צריך לדוק לעצמך לעשות חיות. De nincs más elkötelezett, csak a szeretetben. A saját fontosságod. A célra irányú fontosságot kell felemelni. Törődök másokra az árvot törvényének megfelelően. Minden az, hogy korrigálod el, és hogy tudod őket korrigálni, hogy közel viszed őket a teremtés céljához. De először is beszélsz nekik a cél nagyszerűségéről, hogy egy hiány teremtsi bennük. Tehát mindenki ebben a vágyban égjen, hogy azonnal el akarja érni. Nincs más. Hogyha melletted ülött, mondjuk ott melletted nép, felébrez benne a hiányt, átadja neki a hiányt, és továbbadja, de akkor ez már nem hozzátartozik. Már egy nyilvánvaló hiány lesz, amit felébresztettél névben, és ezt már magadhoz vetted, és korrigálhatod. Tehát egy nagyon precíz módon kell dolgoznunk, és ezt megközelíteni, ezt tanuljuk ezt, és... ככה יוצא. כן, באדם שום דבר. זה סטודנום כאן, זה אין קורקציה, מה משהו קורקציה טוב. איך אנחנו לומדים את זה בתפיסת מציאות? את שם מינות שעשה אני איזן. זה אין הדעניה, מה משהו כדעניה. זה סטודנום כבר הוא שגר את זה כאן שבן. להשתקפות שלי. מרת, אבל הוא שק, אז אין תוקר זה עוד אישם. אני רוצה להמשיך את הדוגמה של רבש שנתת, שרבש לקח ממך חיסרון ותיקן, וזה ככה. הוא פועל את שם רבש בלדעת המית עדות נקום. רבש, הכל בסי הוועדיון כדי שקוריגאי. זה תהיה מי רבש, אני שם מכור. זה רק נתתי דוגמה שיהיה ברור אליון. ודיה ג'י תלונג, הכל מידנקי, מידנקי מידנקי תונר. אנחנו כולנו כך. שפה שגיע או שהיא תונר, יש תיאק, עוד אביסה מפדיק. הוא משפיע ומקבל מי השני. זה מי כך, ג'י תלונג, מידנקי ביזנס סמפלו תונר, ביזנס סמפלו דיאק. לפי טבע הפנימית שלנו, לפי הרשימו אנחנו לא שווים. מידנקיונג עדכוזיק יש מקסרז משהו כפלי. אמרת ש... Keresemok meg megfelelően nem vagyunk egyedülek. És azt mondta, hogy ha lenulázom magam a felső előtt, és veszem az ő vágyát, és kitöltem, akkor egy független parca. Azáltal lenulázom magam, és az ő a hapját. Adott egy példát erről. Egy rabás. אז יש עליון.
יש אחאב שנמצא בי. Nem a szinkron személyesen. Oké, akkor van egy felső. Ez apja magamban engedem. És lenulázom magam. Akkor egy független párcofot építek. Tehát tudnod kell, hogy mi a jó a felsőnek. És ez utána meg lesz jutalmazva, hogy ő törődik veled, és keresztül viszi az erejét rajtad. אמנם שהרבה יותר נוח לנו היה להישאר בקבוצה קטנה. Még hogyha egyszerűbb is nekünk, hogy maradjunk egy bébarúban, egy kis csoportban, és itt tanuljunk, mi baj lehet ebből. Ez kényelmes nekünk. Rehovodban, ezt látjuk képernyőn. Egy kis körben tanulunk, ez kényelmes lenne nekünk. Saját nappaliban tartanék leckéket. Ez rossz lenne? Hát ez nagyszerű lenne, nem? Bocsánat, hát miért van szükségem rátok? Hogy erre tömegre, aki itt ül. Mert egyébként nem tudnék fejlődni. Egyébként nem tudnánk fejlődni. Tehát lenulázom a felső előtt, és megpróbálom az édényemet, ahogy ezt mondta, hogy... Hogy ezt megértsük, hogy válaszol, mit mondott a terjesztésről. Tehát, hogy képesek mások vágyát a saját magam ki azonosítani. Hát ezt kell megtenned. Tehát, hogy én tudom, hogy én biztosítottam, hogy én jól értem meg az ő hiányokat. Hát mindenki, neked azt kell segíteni, hogy mindenki elér a teremtés célját, ez az ő hiányuk. Emeld fel nekik a teremtő nagyságát. És a barátok nagyságát. Én azt mondta, hogy együtt tanulunk, akkor kérem, ez a kapcsolat, ez az alsó és a felcsapat két barát egymás mellett, akkor mi a mérték annak, hogy hajtom lejön neki a felső és ki az első. Tehát az egyik pillanatban te vagy a felső, a másik pillanatban ő a felső. Ez folyamatosan változik. És lehet egy olyan szint, hogy egyenlőek vagyunk, hogy nincs alsó felső. אין דבר כזה, שנמצאים בעבודה זה בעבודה. כן. רק בגמר התיקון זה יכול להיות. כן, שפירת. אז צ'וק, הקורקציו וגן עשה. אז אנחנו שווים אחד לשני, או שעדיין גם יש עליון ותחתון. יש עמי קור, עדיו תארסטונק, הקור עדיין לא יקבדים? אנחנו ביחד כלפי התחתונים. Amikor terjesztünk, akkor összekapcsolódunk az alsók felé. Ez nem tudod lemérni azért egy ilyen módon. Hogyha egyenlők vagy, akkor nincs kapcsolat. A kapcsolat az a hiányból, csak kitöltésből származhat. Tehát, hogyha egyenlők vagytok, akkor nincs hiány, akkor milyen kapcsolat lehet köztetek? Ezt gondoljátok meg. Végső korrekcióban minden egyenlőt, mert akkor nem lesz hiány, akkor mindenki ezt töltve, meg nem tudjuk észre, hogy történik, de ez így lesz. Oké, akkor vegyük a kongresszust, akkor ön lesz a felső, és mi leszünk az alsó. És akkor mi van, amíg a kezdőkkel. Ez így működik. Ez azt szeretném megérteni, hogy befolyásolhatok valakit. Hogy viszonyuk az új emberekhez. Ülnek a leckén. És miért komplikáljátok túl ezt? Le kell nulláznom magam. Mindenki felé. És akkor a legfontosabb, hogy adakozzak feléjük. Leszek adakozó és megszerző, és fontosabb, hogy adakozzak feléjük. Már a mi?
לא הבנתי מקודם. אני היינה פה ממגד יגס. עם החיסרון של ניב ואבי, שאבי מעורר את ניב, ואני לא יכול לקחת את החיסרון שלו, נרשם משקליו. ניב נקוון הייתי, היא העניה איש אסטרסית את הקריסמוס שאתה... חיסרון שאתה מעורר את השני? אז זה אושת, היא העניה. Az ő neve alatt létezik ez a hiány, vagy ez hogy működik? A hiány... A mások hiánya volt az dolgozni. Hogyha megszerzett a felébresztés, mások az akkor az ő hiánya van, akkor nem tudsz dolgozni, akkor ő hozzá kell kapcsolatni. Hozzá kell kapcsolatni. Ez egy kommunikáció. Hogy mondjam ezt? נו, מה זה חשוב לכם את זה עכשיו? אני לא מבין. זה זכית, תראה לי קומוניקציה. אני מבין, בעשירייה אנחנו עובדים בצורה הדדית, מעלים חסר. בעשירייה זה מה שאתם מבינים את המטס. בעשירייה אתם רוצים להתקשר בכלל, כי יש אחד בלב אחד. Én nem értem, az a tízesben akkor ezt a munkát. Ez más a tízesben, mert akkor egy ember egy cívvel kell kapcsolatok, ez valami más. Nem sik, akkor egy pocetszat, no más. De miért nem értjük ezt? Mikrasúv, ott kaszbet. Folytassuk. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. Előröm. És ez az, amit רבי אלעזר, רבי שמעון פיה idéz az írásokból. Egyetlen bűnös rengeteg jót pusztít el. Mindez azért van, mert az már el lett magyarázva, hogy ez a benyomás, amely eljön a személyhez, amikor elkötelezi magát az ember és Isten közötti parancsolatokban, az ugyanaz a benyomás, amit ő akkor kap, amikor elkötelezi magát az ember és az ember közötti parancsolatokban. Ő arra van kötelezve, hogy az összes parancsolat, Rishma, azaz az ő nevében, formájában végezze, bármifajta önszeretet reménye nélkül, azaz, hogy semmilyen dicsőség vagy remény nem tér vissza hozzá, az erőfeszítésén keresztül jutalom vagy tisztelet formájában. Itt, ebben a magasztos pontban a Teremtő szeretete és az ő barátjának szeretete egyesül, és valójában egyé válik. Ezáltal ő bizonyos mértékű előhaladást okoz a mások szeretete iránti létrán a világ összes emberében általánosságban. Mindez azért van, mert az a szint, amelyet az egyéni cselekedeteivel, akár nagy, akár kicsi létrehozott, előbb-utóbb csatlakozik a jövőhöz, és a világot az érdem irányába átlendítve, mivel az ő hozzáadott létre az átváltáshoz, ahogy az írva van a 20-as pontban, a Szezám magokkal kapcsolatos allegóriában. És az, aki egyetlen bűnt elkövet, azaz nem képes felül emelkedni és legyőzni saját mocskos önszeretét, és ezáltal lop vagy hasonlót cselekszik, magát és az egész világot a bűn mértékére ítéli. Mindez azért van, mert az önszeretet mocskának megjelenítése által a teremtés alantos természete megerősödik. Ezáltal ő elvon egy bizonyos mértéket a végső érdemre való ítélés mértékéből. És ez hasonló az a személyhez, aki a mérlegről eltávolítja azt az egyetlen szezámagot, melyet az ő barátja helyezett oda. Ezáltal abban a mértékben ők is megemeli a bűn mértékét. Ebből az következik, hogy ő hátráltatja a világot, ahogy ők mondják, egyetlen bűnös rengeteg jót pusztít el. Mivel ő nem volt képes felülemelkedni kis stílű epkedésén, s ő az egész világ spiritualitását visszataszította. No, sélot? Raf. No, akok? Kérdések? Vagy folytassuk? רציתי לשאול על, על הגישה של להתקדם בשיטה שלנו. אינו, קודם אמרת שפיילודש, מקוזליטש, רציתי, תיארזני, אז אני לא... רגע, 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 זה... בעל הסלם הולבשת, עוד איזה תורבין. תהי מהרים כפיצ'ת. זאת איזה קדש? מורה זה נקרא שדרכו אני מקבל... מילוי, ידע, הכל. התנער איש התנרו. התנער נקיתל ומתקפתוק. את מתקפתוק תולה, עוד שנם מלך חוזה קפשת בה. לפי החיסרון שלו. עוד שנם קפשת איזו חוזה, אז אוהי עניין כרסטו.
és az ő jegyeneknek felelően kapcsolatokat be, és ez a két irányú, mert így ő is hozzám kapcsolódik. Tehát hasonló a haszit tradícióhoz, hogy a rebét szolgál, ezt megtalálhatjuk itt. אז אני לוקח את זה בתור כלל הדרך, שאם בעל הסולם כותב, בשבילי זה חוק חייבים לקיים. אם אתה רוצה להיות קשור אליו. בסדר, זה סבא, היית מתבלע שם להיית נקם. יש לך קורא, יש כאן נקם. שהייתם קבוצה קטנה בבני ברק. אין לי שאלת את פיילדת. בכל זאת, כשבעל הסולם כותב שצריך את הפצה, חייבים לתת, לא יכול להישאר בסדר. ועוד איקיש ג'ופול, נעבור הכבוד. אז אני שואל גם בעל הסולם כותב שאם תרסני כל במיעוט זה נשפך לכל העולם. אז איך יודעים איזה כלל הלכת ומתי? מה ואיזה כלל הוזני זה אגיס וילאגנת. שאם נתחבר ודאי שזה כל העולם. אבל זה גם כן, זה לא כלפי ישראל. זה כלפי האומות העולם, כמו שהוא מסביר את סוף הקדמה לספר הזוהר. נם צ'ק ישראל סאמרה, הנם. אז אני שואל איך אתה יודע... ולאג נמזאת אלו בסי באסלם, זוהר כאילו נגוזת אלי בן... אני משתמש גם בזה... אוקיי, דן... איך אני אתם עושה כמו ש... אני רוצה לבצע... ראית את כעסם, את מי דקת את כעס נכון? אני רואה לפי מה שקורה בעולם, שזה באמת הולך לפי אותו הכיוון. חייב. חייב להביא את העולם... יש אולי את שקווה... פתאו אתם כבר רק בן... אתה שאולי עשו זאת עד כך כבר אתנם. ממה שהוא יכול... אתה פילג את שקווה זה מקור הציורה. No, az... Mert a világnak nincs meg a korrekció módszere jelen pillanatban. Davar, nagyit, kufa, sehátársav, sehátsár léte szek, nagyit, rákba, fasza, akkor nincs ilyen dolog, például idő, vagy amikor csak a terjesztésben merülök el, vagy írva, hát nincs ilyen. אז עת לעשות... ושיש גנרציה... אז מה אני אעשה? אנחנו כאלה פובליקנות לקבלת, אבל צריך לדיוק... יכולים לבוא אליי, מה אתה עושה? אני מה שתעתם. אני לא יכול לעשות אחרת. כי המורה הוא גדול, מדרגה יותר עליונה שמקשרת אותי עם הבועה. מה שתעתק מה שת... המדרגה הזאת... זאת אומרת, אוקיי, פשו, סין, שתרם את קפצ'י הוזם, אז הוא כאותה איתו למטר יסה. איך הכלל הזה שעובד... שמורה מדבר ולא כותב. אתה למשל, אתה מדבר. סבאי. אתה לא כותב. ואז כל אחד יכול לשמוע אותך בצורה אחרת. גם לקרוא יכולים... מודבר מדמיין כמעט שכיפה, אתה קורא... זה לא שייך. לא נכון. אז בכל אופן, איך יוצרים משהו משותף? שוקה אין מיגו. אורגו שזה שק נמצק. חושב שזה ברור. Csináljunk valami közöset, hogy elpedjünk már közösben. Hát kérdezz időnként, és akkor letisztázzuk. Mi más tehetünk? Itt a kis gyerekek. Itt meg akarják tenni, és sosem adják fel. Így kell nekünk is viselkednünk. Musi. Mi a helyes egyensúly a terjesztés és a tanulás között? Ha nem terjesztünk, az érdekel a tanulás, hogy ki kell, a tanulásnak ki kell tölteni az ember szabad idejét, miután már törődött a családjával, megadta magának a szükséges minimumot, אתה חייב להיות בלימוד. לא, זה תשמע כרשת, תגידי. או בהפצה. ולימוד והפצה לחלק כבר פחות או יותר. אתה עושה בזה את הטרסט, יש נקו, אתה לא יודעת לקרסת. יש כאלה שלא יכולים ללמוד בכלל יותר מחצי שעה לשבת. יש ספר, ענק מקפרן כאלה פלוסט אותו. היו אנשים שלא נכנסו לחדר שורים. אבל היו לידו 20 שנה יותר. רבו שנק שוולת הגיין, תנולוי. כן, ידוע. És sose léptek be a tanulóterembe, de több mint 20 éve voltak. Így be sem van a feletek. Ez
ők például a helyi fenntartásán dolgoztak konyhában. Oké, ők ezek képességnek megfelelően, ezt mondtad. Akkor most választanom kell. Hát annak megfelelően, az ember természetnek megfelelően. Több természet csak kellett tenni, vagy több olvas. Vágyjanak megfelelően tanul mindenki. Mindenki. Itt akkor gyakorlatok. 2016-ban. Minden est. Minden este képes. Mondjuk, ha minden este 10-re ére, akkor nem tudok eljönni a leckére. Akkor az utolsó óra egyére. Ezt nagyon komolyan mondom, hogy terjeszteni kell. Tehát, hogyha mondjuk Isten se 10 rész hozzá, akkor gyere a lecke utolsó órájára. Ha van lehetőséget terjeszteni, és így megkaphat a helyes hiányt, akkor terjesz. Akkor ez jobb, mint a tanulás. Kérdés, ez úgy tűnik nekünk. Szörnyű. Törvényről beszél. Ez, hogyha egy legkisebb ember sem teljesíti be. Hát persze, ez egy integrált rendszer. Tehát ez egy allegória, vagy ez tényleg így van? Milyen allegória beszélsz most? Itt van egy számítógéped. Millió részettel. Egy komponens kiég. Ez kondenzátor. Akkor korrigálnod kell, mert ez egész egyszerűen nem működik. Tehát ez egy ember nem teljesíti, akkor nem működik. Tehát ez egy teljes rendszer. Azt jelenti, hogy mindennek tökéletesen kell benne működni. Ez nem úgy, hogy hát van egy kis fájt, vagy fájt, és akkor persze egy kis gyógyszert. A teljes rendszernek működnie kell. Hát akkor hogy érhetjük el, hogyha emberek millió részen összetembe merülnek? Neked a saját korrekciódat kell elérni, de hát ez másoktól függ. Oké, de pont ezt kérdezem, hogy hogy itt lehetséges. Hogyha egy dolog is hiányzik. Nem az valami más. De ha belépsz a teljes rendszerbe, az korrigált. Mire van szüksége, hogy... Hozzá kell adnod őt, nyilvánvalóan. De neked a saját Martikonat kell elérned, hogy ez Rabbi Hia mondta Rabbi Simonnak. Tehát akkor, hogy belépek a csoportba, akkor őt nem fogok a többiek árvútjától. Hát ez mit jelent ez? Hogy vagy képes fejlődni az árvút nélkül? Hát egyébként nem... Az embernek nincs egyéni ereje a fejlődésre, csak másokon keresztül kaphatod meg. Meg kell szerezned a mások erejét, a mások irányoltságát. A spiritualitásban még egyetlen lépés sem tudsz egyedül tenni. Másokra van szükséged ehhez. Tehát neked nincs semmit. Ezért van elrejtve a spiritualitás. Mert nem tudod, hogy hogyan működik. Nem tudod megtenni helyes megkülönböztetéseket. Mi lesz? Még nem kaptad meg másoktól. Akkor itt vagyunk a világcsoportban milliókon, és ha mondjuk egy ember nem képes fejlődni a spiritualitásban, mert ő többiektől függ, tehát ő fejlődik, hogyha tudja, hogy kapcsolódjon másokhoz. Tehát lépésenként halad így előre. Egyik lépés a másik után. Ó, Anton. Gyorsan. Ez írva van, hogy egyetlen gonosz sok pusztít. Egyetlen gonosz sok jót pusztíthat el. Tehát ez hogy interpretáljuk a csoportban, hogy egy valaki nem teszi meg?
איך אנחנו מגיעים לערבות? אוקיי, תשגת. אני רואה את זה. לערבות. אתה יודע, הכל יריק על זה ערבותות. אין להם תודה מאוד רב. זה מצב פשוט. לכולם, לכולם. Egy nagyon egyszerű áplatot kell elérnetek, erre vagy tök ötöletve. Ez mindenki. Vátem lo jöholim lítkásér ahádem a zsini biklum, chucmi, és arot mi alif. Csöndbe marad. Zó. Ti te erre te macáv, vagy te tetszél lávod. Nem tudom máshoz. Kapcsolni csak a szíveteken keresztül. Ebbe az átba kell elhozottok magatokat, és így kezdhetettek el dolgozni. Tehát a szavaknak nem... Tehát az árvotnak nem szavakban kell megjelennie? Ez mind belül van. A spiritualitásban minden a belsőségben van. A szívetekbe kell összekapcsolnotok. Húsinak, hogy a kabbalisták a személyes mártikonyokat értékel. Mit követelnek tőlük, hogy ezt lehetjük? Ken. Terov. Hát a mások felére jön a kapcsolatba érdeztem. Tegnap דברים מדהימים. Volt a gyárakban egy prezentáció, hogy nagyon érdekes דורגו történtek Izraelben. A világban Balszalány magyarázza a minél fontos terjesztés, és kérdezik emberek a kábrálámokról. לא, אבל אם אנחנו אמורים להגיע לאנשים, ואנשים אמורים להכיר אותנו, ובאמת, אם ניקח חברה עסקית שהייתה עושה את כזה קמפיינים עסקיים בארץ ובעולם, אין מצב שמישהו לא יכיר אותנו, ואותנו לא מכיר שום דבר. מה צריך לעשות כדי שההפצה הזאת תהיה אפקטיבית? אני לא צריך אותה. אני לא בעל של חברה עסקית. אתה לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע. לא, אני לא ראש ההפצה. אין. אני מצטער. אין, אבל אני... A gyárnak az elnöke, hát mit vártok tőlem? Hát ön a... Na, nem én. Én nem tartozom a terjesztéshez. Nem tartozom az a közönséget, akit el kell érnetek. Én nem tudom, hova mentek, mit csináltok, mi történt tegnap, én ezekről nem tudok. Tehát ezt fejezitek be, hogy úgy gondoljátok, hogy ezt én csinálom, akkor másképp kérdezem. De nagyon megváltozott a terjesztésforma az évek során. Most vannak olyan emberek, akik nem tudnak a kablálámokról, akkor őket is el kell érnünk. Hogy mi? Nyilván egy változás. Tehát meg kell változnunk az embert. És meg kell tanulnunk, hogy ezt hogy tehetjük meg. אני רוצה לשאול איך עיקרון הערבות מסתדר עם מה שהוא כותב פה על יחסים בין אדם לחברו, שמצוות של אדם בין אדם לחברו גם צריך לעשות אותם לשמה. הערבות על הפעל ולאי. זה מה שהוא אומר פה. זה כל... Hogy nyilvánulnak az ember és az emberek közötti mitzvákban? Hogy tehetjük ezt a lismában? Minden mitzvát lismában kell. Máskülönben, hogy vagy képes vagy egy olyan állapot lenni, amikor a teremtő befolyásolhat téged. Mert egyébként nem az ő kedvét teszed, hanem a... Akkor saját magad miért teszed. Tehát halljuk, hogy ez ugyanaz, hogy ezek a mitzvák, hogyan... De csak a barát előnyére kell dolgoznod. A kölcsönösség, ez nem azt jelenti, hogy... Ez azt jelenti, hogy én adok neki, ő ad nekem. Ez egyetlen dolog, ami fontos ebben a kölcsönségben, az adakozás. Tehát itt tudok valaki mellettem, de én is itt tudok mellettem, mi a probléma? Tehát kell valaki, akinek, akivel árvotban lehetek? Én is árvotban lehetek. De én, aki nincs árvotban, azt nem tudom megközelíteni. Igen, ezért kell először az árvot fontosságot terjesztened, és ezért kell elérnétek először.
Ez az összekapcsoltás, nemnek a mintája. Tehát a legfontosabb dolog a kapcsolat ezen belül. Mivel itt a kapcsolaton keresztül tárjuk fel azokat az erőket, amik majd működnek rajtunk. A természettel, mondjuk az ispítés hasonló a természet általános rendszeréhez. Mindenki segít egymásnak, és ezáltal felébredtek másokat, és ezáltal szerzünk meg ezeket az erőket. Tehát mindenkit támogatnunk kell, kapcsolódnunk velük és támogatni. Hogy ezt a természet teszi. És ez ugyanúgy az Izrael esetében, és hogyha nem kapcsolódnak, akkor soha nem érdekel sikert. Tehát kezd el feltárni ezeket a dolgokat. Hirdes az árvotot. De ez meg senki nem tudja, de ez jó az a hozzáállás. Ezt folytasd. Хочу сделать очень важные сообщения для мировой группы, и нужна поддержка. Во-первых, сегодня Раф дает урок на русском языке. אני רוצה להודיע הודעה חשובה על הכלי הרוסי, מבקש תמיכה. קודם כל, היום הרב מעביר שיעור לציבור דוברי הרוסית. ברוסיה ממשיך החופשה הזאת של ראש השנה. יש שיעור מתורגם לכל השפות. Ja, ott most vannak az ünnepek, és kettőkor izraeli idő szerint, ezt minden nyelvben fordítják. És megvitatjuk a tízesben és a csoportban a munkát, felkészülést a kongresszusra, hogy kell megtennünk. Az első bejelentés, a második beretés, hogy nem tudom, hogy Szentpétervárra utaznak. Meeting, szóta egy csoporttal, kampusz, vezetőkkel lesznek megbeszélésük, aztán átrepülnek Moszkvába, там будут соберутся активисты по распространению в террористической конференции, недельная конференция. Итасфу мумхим бе шней тхумим, что нахну пеилим бе меод шам, бе афаца шел кампус бе виртуали, ве лецад зе афаца ле. Да, и там огромная программа. Сакетакет хивнак мег. Виташ кампуса капчатыш жидо сервитек на террористической комитет митингек. С новым пониманием выйти на распространение. Вот мы там тохних дола, и אנחנו מאוד רוצים לממש במצאותה את מה שקבענו לנו שב-2016 אנחנו יוצאים בכוחות חדשים. Очень нужна поддержка мирового кли и ваше напутствие. Скуким מאוד 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 בתמיכה של הכלי העולמי ובכלל. Új erővel vessük be magunkat a terjesztésbe, egy irányba, és reméljük, hogy az egész világcsoport támogat minket. Beszélünk majd róla kettőkor. מהקבוצות האלה, מוסקבה וסנט-פטרסבורג, וגם כן בכלל, מכל המקומות שברוסיה. כדאי ללמוד ולקחת דוגמה. חתם שוואריו כבר, מינד מוסקבה ומינד סנט-פטרסבורג. באמת, ההתקדמות היא מצוינת. נקטב שוואריו כבר. נקטב שוואריו כבר. כן. וגם פעילת רולוק. רציתי לספר לחברים על דבר מדהים שקורה עכשיו בקבוצת חדרה. קבוצת חדרה מגשימה את החלום ובונה בית. חדרה צ'ופלין אצל דו. דו, תני כסת למגוסטרים. היום נמצאת שם קבוצת נתניה. אוי, אוטון אייפי תנק. וכשראיתי פעם שונה מה הם מתחילים, זה ממש בדיוק כמו שבהפצה שלנו. אנחנו אולי לא רואים את צ'ופורט אוטון שגית נקי. אבל לאט לאט, מכלום, אתה בונה את העולם החדש. וזה מה שקורה שם. זקוקים למחשבה של כל הכלי העולמי, ולחיים לחדרה ונתניה. שלהיים הדרנק. כל הכבוד. באמת, הם ממש בונים, זה טוב. זה טוב. בצורה כזאת נבנה בית. טוב, אנחנו בזה... יש עוד ש... כן. התקלתי אז תהיה מתן. רק להזכיר לכל החברים שאנחנו מבקשים מכל מי שצריך עזרה להגיע לכנס הגדול.
בחלב חבר, אתה מתכוון. כן, בחלב חבר. עד ה-15 לראשון, לבקשה לאלב חבר, זה נמצא בסביבה טובה. גם אם אני חושב שאולי אני אצטרך סיוע, אני לא בטוח. אני חושב שגם הרע. נעים את כל המצב, את כל האפשרות, שיהיה לנו תמונה מלאה ב-15 לראשון. מן העל, גודי, את הגלת השליש, זאת מירה מה הסוג שגתק. ועוד? זהו. גודי, כל תיזן, בתדקי, גייתי סתקבן, קפיונק רולה. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. אוקיי. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגש היכרות מרתק. באילנטשק. ועל הקשר שלה לחיינו. קבלה לעם הוקתי ידתיק. ובאר שבע, יום חמישי, השביעי לינואר, בשעה 19:00. הכניסה חופשית. קריית גת בן, יש באר שבע בן, היא תור הקור, ישראלי דסרין. קטן. חברים, תלמידים וצופי ערוץ 66, barátaink regisztrált a kongresszus a február 23-25-ig. Köszönöm. És mindenkinek egy csodás napot. Sziasztok! Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come our way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come our way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love. Gather round, let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on